Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsőül meg az emberfia, és az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Milyen lesz az Isten országa? Milyen lesz a mennyország? Érdemes ezen elgondolkodni, mert oda tartunk, oda emeljük fel a tekintetünket. És az egyik ilyen hasonlat, hogy szent város. Isten városa. Most egy faluban vagyunk, és lehet, hogy ez picit olyan rosszul esik, de tény az, hogy a Biblia nyelvezetében, a Biblia szimbólumaiban az a közösség, ahol majd Isten együtt lakik az emberekkel, annak azt a nevet adja, hogy város. Nem tudom, hogy milyen volt 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálem városa, lehet erről olvasni adatokat, de inkább azt tudjuk itt mi ma Magyarországon, hogy itt milyen egy város. Azt szoktuk mondani, hogy hát be vagyok elintézni a városba a dolgokat, mert ott van minden. Ugye? Egy nagyon egyszerű kis gondolat ez. A városban van minden. Ott van esetleg olyan okmányiroda, ami a hivatali dolgokhoz kell. Ott van a kórház a városban. Vagy néha a város szélén, mint a sorozatokban, hogy kórház a város szélén. De azért mégiscsak a városhoz közel. Aztán komolyabb oktatási, tanulási lehetőség, a középiskola, egyetem. Hát megvan ennek a pontosan leírt definíciója, hogy mikor lehet egy települést várossá nyilvánítani. Aztán néha persze egész kicsi településeket is várossá nyilvánítanak, de most ebben nem akarok belemenni. Tehát a város az, ahol minden van. Ez a kis kulcs szó nagyon egyszerűen, hogy ott minden van. Minden elérhető közelségben van, bevásárláshoz, egészségügyhöz, munkához, mindenhez, emberi kapcsolatokhoz leginkább. És nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a kereszténység első szakaszában az apostolok tudatosan a városokra, ezekre a csomó pontokra koncentráltak. Korintus, ez egy nagy város volt abban a korban, vagy Efezus, Róma, Pál apostolnak a levelei, akikhez címezte őket, ezek nagy városokban laktak. És miért koncentrált erre a területre az evangelizáció, az igehirdetés, az egyház építése? Azért, mert onnan a városokból aztán, nyilván idővel, majd kisugárzott, kiterjedt a kereszténység a falvakba, tanyákra, majorokba, barlangokba is akár. Az egyszerű,
egyes, önmagukban álló emberekhez is, mindenkihez. Isten tehát egy várost készít nekünk, ahol minden van. A leginkább maga Isten van ott. Nincs szükség világításra, például ezt is mondja a Jelenés a könyve, mert maga az Isten lesz a világosságunk. Én templomra sincs szükség, mert maga az Isten a templom. Tehát milyen is akkor ez a város? Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem veszültség, mert a régi világ elmúlt. Azzal együtt, hogy azt mondjuk, hogy az Isten városában minden van, hát van, ami nincs. Nincsen temető Isten városában. Nincsen temető. Nincsen fájdalom, nincsen gyász. A nagy örömhír tehát az, hogy Isten azt ígéri, hogy velünk fog lakni. Egészen közel lehetünk ő hozzá. Most, hogy ezt pontosan, személyesen ki hogy képzeli el, az, hogy egyénileg imában harcoljuk mag. De azt mondja Jézus, hogy atyám házában sok hely van, sok hajlék, sok házikó. Na, miért ne lehetne akár így is elképzelni tényleg, hogy vannak ilyen kedvenc szentjeink szerintem sokunknak, akikkel lelkileg barátkozunk. Nagyon szeretek sok szentet, Szűzanyát, Szent Józsefet, Szent Péter, Szent Mihály főangyalt. Tényleg nagyon sok szentet szeretek, Szent Erzsébetet, kis Szent Terézt is nagyon. És hogy elképzelem azt, hogy igen, a mennyországban lesz egy szép házam, majd a szomszédom lesz kis Szent Teréz, másik szomszédom Assisi Szent Ferenc. Gyönyörű a mennyország, élő valóság. Oda igyekszünk Isten városába. És a trónon ülő megszólal, és azt mondja, íme újjá alkotok mindent. Néha azt mondjuk, hogy hát igen, a városokban van minden jó, de a városokban van minden rossz is. Vannak egész nagy ilyen megapoliszok, például Mexikóváros, vagy 20 millió lakossal, New York is, vagy 15 millióan laknak, London. Múltkor olvastam valahol az interneten, hogy Londonban, a csatornákban akkora patkányok vannak, mint egy macska. Szóval a nagy városokban ott sok rossz is összegyűl. Hát az emberek hozzák oda, sok bűn, alvilág, prostitúció, drog. És maga az emberi társadalomnak a struktúrája, sokat kell várni a kórházban, lehetne sorolni azt, ami miatt sokan kimenekülnek a városból, a faluba, a nyugalomba, a csöndbe. De az a város, amiről itt szó van, amiről Isten beszél, ott tényleg nincsenek ilyen rossz dolgok. Nincs alvilági bűnözés és macska méretű patkányok, hanem az Isten városa csodaszép. Azt mondja, szép volt, mint a főlegénynek fölékesített mennyasszony. Maga Isten az, aki ott lakik velünk, és végtelen szeretetét ránk árasztja. Úgyhogy igyekezzünk oda ebbe a mennyei városba. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.